víz is egy olyan kérdéskör, amiben, amilyen látensen van jelen az életünkben, és csak akkor kezdünk el ezzel a kérdéssel foglalkozni, amikor krízis helyzetek alakulnak ki. Úgyhogy én ezért örülök annak, hogy Gábor beszélni fog a vízről. Köszönöm szépen. Már bonyolult. Hát a közgazdász vagyok, vízügyekkel foglalkozom a Corvinus Egyetemen. Azt mondtam, hogy a csapvíztől az árvízig terjed a palettánk, és általában közpolitikai törekvések, közgazdasági háttér számításait végezzük. Én ezeket a kérdéseket kaptam a szervezőktől, hogy a víz kapcsán ezekről beszéljek. Erről több napot lehetne beszélni. Próbálok most gyorsan egy gondolatot végigvinni, amiben ezekre a kérdésekre összességében fogok reagálni. Azzal kezdeném, hogy amikor klímaváltozásról beszélünk, a víz kapcsán azt hiszem, hogy nagyon eklatánsan ki kell jelentetünk, hogy itt nem valami folyik rajtunk kívül, hanem valami olyan dologgal dolgoz a klímaváltoztatás, amit mi idézünk elő saját magunk számára. És ennek van egy nagyon kevéssé kezelt aspektusa, amikor a víz és a napenergia találkozik, vagy nem találkozik a tájban, és mi ennek a szerepe a felmelegedés szempontjából. De amit itt látunk, egy hőtérkép, hogy ami párologtat, az hűt. Ami nem tud párologtatni, mert kiszáradt talaj egy növény mellett, annak már más a magasabb a hőmérséklete, mint maga ez a növény. Ugyanegy egy erdő, vagy egy facsoport egy városon belül ugyanígy megmutatja azt, hogy aki párologtat, az annak alacsonyabb a hőmérséklete, mint az, ami magába szívta a meleget. És ugyanezt egy város kapcsán is fel tudjuk ezt az összefüggést mutatni. Az egyik oldalon a beszivárogtató felületek, illetve a burkoló felületek látszanak Budapesten, a másik oldalon pedig egy hőhullám reggelén a hőmérséklet különbségek. Itt látható, hogy a városon belül sikerül előállítanunk kb. 10 fok különbséget is. Én most nem azt akarom mondani, hogy nincs klímaváltozás, de amikor 100 év alatt 2 foknak az időoldal változásán nagyon komolyan gondolkodunk és a hatásairól, akkor amikor elvehetünk magunknak 10 fok különbséget egy ilyen vasárnapi reggelen, akkor érdemes ennek is a következő elgondolkodni, hogy mit tudunk előállítani magunk, bizonyosan egyszerű, ilyen látens, nagyon jó, hogy ezt a szót használta, látens eszközökkel. Tovább lépünk, ugyanez a kérdés, egy tájnak megnézzük a hőmérsékletét, különböző felszínborítások mellett látható, hogy az erdők és a vízfelület ugyanott megint csak nagy különbséget tud előidézni. De mi a különbség? Az egyik párologtat, a másik nem. Az egyik az felhasználja víz által a nap energiáját, a másik számára viszont már nem áll rendelkezésre víz, mert az korábban elfolyt arról a területről, mert úgy használjuk, vagy akár le is burkoljuk. Tehát itt a nagy kérdés az, hogy a víz, ami a rendelkezésünkre áll egy éven belül, egy tenyész időszakon belül, képesek vagyunk-e arra az időre megőrizni a családunk számára, amikor annak a környezeti hűtést, egy nagyon fontos klímaszabályozó eszközt kéne számunkra nyújtania. És általában azért nem szoktunk erről gondolkodni, mert ez egy olyan hosszú léptékű folyamat, a tájváltozása, de általában ezt adottságnak tekintjük, noha hosszú távon ez egyáltalán nem az. És ami itt nagyon lényeges, ez a két ábra egy most megjelent cikkből származik, mint a a másik ábra hívnám fel a figyelmet, a csapadék visszaforgatás koncepciója, ami azt mondja, hogy a visszapárolható felületeknek a nagysága meghatározza azt, hogy beljebb a kontinensen, vagy beljebb a meltérő területen, mekkora csapadékhez képes leesni. Tehát hozzájárul a visszapárolható víz mennyisége a beljebbi csapadék mennyiségéhez. Ha megőrizzük és visszapárologtatjuk, akkor ezzel egy kedvezőbb helyzetet szeretünk magunk számára. És ez nem csak a tengerek mentén érvényes, és itt kell belegondolnunk a saját terület használatunkba, hogy ott mit is tettünk. Ami miért az egész fontos, hogy ez a kérdéskör része annak a szemléleti koncepciónak, amit a Millennium Ecosystem Assessment fogalmazott meg a 2000-es évek elején, és egy nagyon fontos ábrát raktak össze, ami azt mutatja meg, hogy azt most meséli el, hogy az emberi jólét
a különböző legfontosabb alapelemei, és erre hoznak rengeteg példát, alapvetően függ azoktól az ökoszisztéma szolgáltatásoktól, amelyeket a terület az ott élők számára nyújtani tud. Itt négy vagy három nagy dobozt raktak össze, az ellátó, a reguláló és a kulturális. Most a szabályozó kapcsán érdemes gondolkodnunk, amit egy másik csoport határoz meg, ezek a biomassza produkció, a tápanyagáramlás, a talajképződés, ami ugyanennek a kis vízkörnek az egyes fázisai, amiről itt az előbb beszéltünk. Ha ez intenzív, akkor ezek a szolgáltatások ki tudnak teljesedni. Belegondolunk a saját területhasználatunkba, akkor amifelé elmozdultunk, ugye az, hogy ellátó szolgáltatásokat maximáltunk a területen, miközben ezek a szabályozók kárára, de közben leépült az alap, ami ezt az egészet nyújtja. Ugye ez az a tájváltozás, amit 1000 év alatt itt végigéltünk, itt is, meg Közép-Európa többi vízgyűjtőjén. Nem csak előre nézzünk, nézzünk visszafelé. Van három időpontunk, amikor egy-egy fel tudunk villantani, hogy nézett ki ez a táj korábban és most. Ugye csak a víz hiányzik belőle, ami ezt a fajta klímastabilizálást, hűtést tudná nagyon nagy léptékben számunkra nyújtani. És itt borzasztó mennyiségű víz energiáról beszélünk, ami ezen a környéken tudja a felmelegedést hajtani. Nem meglepő pont ezért, hogyha amikor egymás mellé tesszük az árvízjárta, a belvízjárta és az asszály által sújtott a területeket az országban, ezek egybeesnek. Hiányzik ez a puffer kapacitás, ez a stabilizáló hő. És ha ezt kiterjesztjük, láthatjuk, hogy ez a szabályozó közeg, ez egyébként a víz kapcsán nagyon-nagyon sok ilyen klímareguláló funkcióban ott van, vagy már hiányzik. Tehát azt érdemes látnunk, hogy ma egy tőkeszemletet szeretnék itt bemutatni közgazdászként, hogy a lehetőségeinkhez képest egy nagyon lecsökkent tőkeszinten próbálunk szolgáltatni magunknak dolgokat, miközben a víz még itt van egyenlőre, ami ezt a szolgáltatást feljebb tudná tolni, ezt a szintet. Volt egy kérdés a listában a felszínti vizekről, egy ábrát betettem, ez a legfrissebb vízütőgazdasági tervnek egy mellékletéből ástam elő. Szerintem a számok helyett azt ezt érdemes elővenni. Ez az országban a fel- és leáramlási területek alakulása a 60-65-ös és a mostani időszakban. A rúzsaszín a feláramlási területek, a kék a leáramlási területek. De azt látjuk, hogy az Alföldön is ez a folyamat, hogy a vizek felfelé jönnek a mélyből, vagy lefelé mennek, tűnnek el, ez megfordult nagyon nagy léptékben most. De ez egy komoly stressz jelent pont annak a felszín közeli talaj rétegnek a számára, amiben az ökoszisztéma a produkcióink zajlanak. Tehát ez itt előrejött konfliktus. Ezek, amit az ábrákat láttunk, az előbb például erdősítés, hogy valahol fog változni a területhasználat, ez a folyamat nagyon komoly konfliktusban van ezzel a jövőképünkkel például, hogy hol van most vízünk, és hol lehetne vízünk ahhoz, hogy erdőket tudjunk, mert kellene éltetnünk. A VGT-ben a települési csapadékgazdálkodás néven fut az a témakör, ami itt a városok vízkezeléssel is megjelenik, és van külön egy útmutató is a mellékletként készült tavaly végzetgesett anyagban. Én három ábrát szedtem ki belőle, ami a klímaváltozás, pont kérdés volt, a klímaváltozás hatása a csapadékra, kevesebb csapadékos napunk lesz és intenzívebbek, növekedni fognak ugye a forró napok. A Budapesten láthatjuk, hogy a leeső csapadék megoszlásában, amit egy zöld felület még meg tudna őrizni csapadékot, ez a vízmennyiség a legnagyobb arányú, amit most elengedünk. Aztán hőhullámunk van, meg hőszigetünk és mi egyebünk. Tehát a városi tér drasztikus átalakítása az elengedhetetlen, ha akarunk a klímaváltozásra valahogy reagálni. De nem csak a városi térre, hanem a teljes terület használhatunk ki egyaránt. Ennek azt gondolom, hogy nem tudományos hiányosságai vannak, amiről itt már szó esett, társadalmi. Több csapdahelyzet van a tekintetben, hogy miért nem tudunk ilyen terveket megvalósítani. Én azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol előre tudunk lépni. Ebben a közösségszervezési és a gazdasági ügyeknek is nagyon-nagyon komoly szerepük tud lenni, hogy megfelelő infrákat állítsunk újra elő.
Tőkénk nem csak ökológiában van, hanem infrastruktúra rendszerekben is, amit pont a népességvándorlás kérdése, vagy immigráció, öregedés, a többi nagyon komolyan befolyásol. Lesz-e olyan valaki, aki meg tudja fizetni annak a fenntartását ott, ahol azok éppen vannak, hogyha emberek elmennek el a területről, és látható, hogy minket is nagyon komolyan érint ez a csökkenési trend. Egy példa Berlin környékéről, ahol ez a változás egészen drasztikus mértéket öltött, népesség csökkenés, utána a víziközművekben hogyan változott meg a fogyasztás mennyisége. Ugye ez azért érdekes kérdés, mert mindenhol fogyasztás arányos árakat szokás megszabni a víz számára, amiben a fogyasztás arányosan fedezzük a tőkeköltségeket is egyaránt. Most, hogyha ezek változnak, és nagyon drasztikus módon változhatna meg egy kisebb térségben, még egy normálisabb átlag mellett is a populáció, hogyan hat a népességváltozás a tőkeköltség megfizetésének a lehetőségére, ha a vízfogyasztás változik. Látható a különböző elemekkel, hogy demográfiai folyamatokkal, hogy alapvetően ez mind afelé tolja a folyamatokat, hogy egyre akik ott élnek, ha olyan az árazás, hogy ez a dolog rájuk van tolva, és e tekintetben még a mostani megyei léptékű vízműveink is kicsik, ezt a lényegében egy idő után megoldhatatlan problémát rátoljuk egy-egy terület népességére, tovább súlyosbítva a helyzetüket. Miközben azt is láthatjuk szintén a VGT-ből vett adatok, hogy a magyar lakosság fizetőképessége ezért a szolgáltatásért átlagosan még rendben van 3% azt, ami szoktak erre mondani, hogy annyit lehetne víziközmű szolgáltatásokra elkérni. Átlagban ez rendben van, bár látható, hogy arányban sokkal többet fizetünk már most, mint más gazdagabb országok, de a leginkább veszélyeztetett csoportjaink már most jóval többet fizetnek ezért a szolgáltatásért. A VGT számítása szerint egyes helyeken ez meghaladja 8%-ot a jövedelmem arányosan, tehát szegények egy szegény térségben. Számukra ezeket a fajta átalakításokat, amiket például leépülő népesség miatt az infrastruktúra megújítása vagy átalakítása szükségessé tenne, lényegében nincs meg a háttere. Tehát ezek a kérdések itt vannak, lassan jönnek, és ha nem tartjuk fenn a rendszereinket, akkor ezek valakire valahol rá fognak onnani, és azzal nem csak magát a szolgáltatás, hanem az egész megélhetés is veszélybe kerül. És utolsó szlájdom, mégis a kérdés, hogy hogyan tervezzünk, mit kéne figyelembe venni. Legelsősorban azt, hogy a vizet meg kéne tartani a saját magunk körül, hogy ez tudjon minket szolgálni, tudjon jólétet biztosítani. Minél sokrétűbben kéne integráltan tervezni, például egy ilyen vízmegőrző megoldás nem csak a árvizek ellen, hanem a vízminőség megőrzés szempontjából is jó, nem beszélve egész az olyan közösségi funkcióról, amit magába tud egy ilyen térség gyűjteni. Ezeket mind össze kéne tudni rakni. Ehhez az kell, hogy azt el tudjuk ismertetni, hogy a magánterület, magánterület összessége, az közfunkciókkal is bír. És ezekkel ebben a köznek szerepe kell lenni. Ezt a fajta társadalmasításnak a technikáit meg kell tudnunk alkotni akár egy városban, akár külterületen. Városban ez talán egyszerűbb lesz a népesség összetétele innovációk iránti fogékonysága miatt. Talán ezzel meg tudjuk újítani majd a többi területet is. És amikor amit tervezünk, akkor azt úgy kell tudnunk megtervezni, hogy a pesszimista gazdasági folyamatok mellett is fenntarthatóak legyenek, mert amiket ma az ingyen pénznek nagyon nagy költsége van, tehát az az infra, amit ma benyomunk ingyen pénzbe magunk köré, annak a fenntartási költsége borzalmas lesz, és fenntarthatatlan helyzeteket fog már nagyon hamar eredményezni. Ennek a víziközműrendszerek egy első jelei lesznek, mert arra szükség van, vannak kevésbé fontos most kialakított infrák, de ezt tudni kell kezelni a megfelelő eszközökkel. Úgyhogy én ennyit akartam így összességgel mondani, várjuk majd a kérdéseket.